Mindenekelőtt jó napot kívánok mindenkinek, és szeretném megköszönni a meghívást és a lehetőséget, hogy itt lehetek ezen a konferencián, és én zárhatom gondolataimmal ezt a napot. Hát nem könnyű ennyi remek előadás, ennyi hiteles előadó után megszólalni, de hát azért igyekszem, hogy egy pár gondolattal még én is hozzá tudok járulni itt a mai nap sikeréhez és értékes gondolataihoz. Előadásomban ugye ennek a hatalmas és szerteágazó elmúlt fél évszázadnak egyetlen egy aspektusát vizsgálnám. Ez, ahogy Anikó is elmondta, ez a falusi vonószenekari hagyomány továbbélése, tehát itt most nem fogok kitérni sem a vokális, sem a más hangszeres mozgalomra, hanem elsősorban a vonós hangszerekre koncentrálni, hiszen én magam is ezen hangszeren játszom, és a mai napig is aktívan művelem. Előadásom kiindulási pontja az lenne, ami már itt a mai napon többször is elhangzott, és kapcsolódhatnék akár Kis-Eszter Veronika, akár a korábbi szekcióban Sebő Ferenc előadásához, amelyik az autentikus népzene hiteles előadásmódját, hiteles zenei előadásmódját tűzte ki célul, és ebből a gondolatból szeretnék indulni. Tehát ugye az 50 éve indult táncházmozgalom egyik nagy eredménye zenei szempontból természetesen, hogy a fiatal városi népzenészek addig elképzelhetetlen módon anyanyelvi szinten sajátították el a falusi muzsikusok zenei gyakorlatát és játék technikáját. Itt talán érdemes lenne különbséget tenni hangszer és hangszer között, hiszen ugye vannak azok a népi hangszerek, amelyek korábban valójában nem léteztek a magyar zenei gyakorlatban, tehát nem lehetett őket hallani koncerttermekben. Ilyen például a furúja, különböző pásztorfurúják, a duda, tekerő, koboz vagy az ütőgardon, tehát nem volt ezeknek olyan előadás módja, amely korábban egy elfogadott gyakorlat lett volna. Tehát ez a mozgalom a 70-es években segítette, hogy ezek a hangszerek is közismerté váljanak. Ezzel szemben viszont a vonós hangszereknek ugye hallatlanul nagy hagyománya van, akár a klasszikus zenében, akár a népi és műzenét játszó cigányzenekaroknál, akár a jazzben is mondhatom. Tehát volt egy olyan fajta előadói gyakorlat, több generációra, több évtizedre vagy évszázadra visszamenően, amelyik a koncerttermekben általánosan elfogadott volt, a közönség ezt ismerte ezeknél a hangszereknél, és hát itt bizony ugye hallatlanul nagy változást eredményezett a 70-es években elindult mozgalom, hiszen egy teljesen újszerű előadásmóddal találkozhatunk. Hagy éljek két hang példával előadásom elején, hogy jobban szemléltessem. Az első hangfelvétel ugye egy széki, ma már sokat emlegetett széki felvétel lesz, amelyet 1941-ben Budapesten rögzítettek, Lajta László vezetésével. Egy közismert széki csárdás, hallgassunk bele, kérném szépen az első hangfelvételt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ugye hát ez az a felvétel, vagy ez az a gyűjtés, amit azt hiszem, hogy bárki, aki népzenével foglalkozik, vagy táncházba jár, jól ismerhet, bár ugye jóval a táncházmozgalmat megelőzően készült, több mint 3 évtizeddel korábban, de hát mai napig az egyik fő kiindulópontnak tekintjük ezt mi népzenészek. Most nagyon érdekes és szemléletes, és most így 50 év távlatából meghallgatni ennek egy olyan felvételét, ami éppen pont ennek a gyűjtésnek a kiindulásából készült, Gulyás széki muzsikáját, ahol szintén egyébként remek kvalitású zenészek muzsikálják el ezeket a dallamokat, csak ebben az esetben ugye még az előadásmód, az autentikus, hiteles előadásmód nem volt alapvető szempont. Kérem szépen a másik hangfelvétel. Igen, hát azt hiszem mindenki számára jól hallható és nyilvánvaló, hogy bár ugyanarról a dallamról, ugyanarról a zenei anyagról van szó, ugye mennyire más a végeredmény.
És hát egy ilyen közegbe ugye robbant be a 70-es évek újszerű előadás módja, hiszen ugye nem mondható, hogy ez a zene korábban egyáltalán nem lett valamilyen módon felhasználva vagy feldolgozva, tehát az az előadás mód, még egyszer hangsúlyozom, ami ekkor elindult, az teljesen újszerű volt. Nem szeretnék nagyon a részletekbe belemenni és nagyon szakmai lenni, azért egy pár elemét ennek az újszerű előadás módnak hogy emeljem ki. Hát például ugye a hangszertartás, amit már Chester Veronika is említett, ugye, amit talán a népzenét nem művelő vagy kevéssé ismerőknek nem is tűnik egyből szembe, hogy például betört csukót használnak a hegedűsök, vagy például egyáltalán nem használnak válpárnát, vagy áltartót, ugye a kontra, tehát a kísérő szerepben lévő brácsa vagy hegedű, az ugye bedöntve használják, ugye a bőgőt sem úgy fogják meg a nyakát, ahogy a klasszikus zenészek, hanem több mire marokra fogják, de említhetném például az eltérő hangolás módokat. Például, amikor a falusi gyakorlatban sokszor találkozhatunk azzal, hogy a teljes zenekar nem normál hangmagasságra hangol, hanem annál magasabbra, hogy dinamikusabban, erőteljesebben szólhasson. De mondhatom azt is, hogy a népzenei gyakorlatban számtalan példát láttunk arra, amikor egy-egy dallamot, vagy egy-egy kis tájon muzsikáló zenész a klasszikustól eltérő hangolást használ. És hát ugye említhetném akár a kontrának, vagy a bőgőnek is a speciális hangolását, amit a népzenében használunk. Ugye nagyon fontos az a sajátos vonókezelés, sajátos hangsúlyozás, aminek az eredője ugye az, hogy a népzenén többnyire tánc muzsikák szólalnak meg, amihez egy sokkal dinamikusabb és ritmusosabb játékmód szükséges. Ugye említettem már a kontrát, ami ráadásul nem csak más hangolású, hanem ugye a háromhúros egyenes pallójú brácsa, ami nem is dallam játszó szerepben, hanem csak kísérő szerepben van a népzenei együttesekben, ugye ennek a közismerté válása is ennek a mozgalomnak az eredménye, vagy említhetem akár a háromhúros bőgőt, sőt tovább megyek, akár a kéthúros bőgő is, ami sok vidéken ugye a gyakorlatban abszolút megvolt, akár egy húrosnak is lehetne mondani, a másik az éppen csak tartotta a lábat, de egy húrt használtak. De mondhatom azt is, hogy ugye a klasszikussal szemben másfajta vonókat használtak, akár a kontrások, akár a bőgősök, ez is mind azt a célt szolgálta, hogy funkciójában ez a zene ez minél ritmusosabb, minél dinamikusabb legyen. Ugye többször elhangzott már, hogy a mintát a széki és más erdélyi vonós bandák szolgáltatták a mozgalom elején. Annyira sokkoló volt az a hatás, hogy a kezdeti időszakban gyakorlatilag tájegységtől függetlenül ezt a típusú megszólalást és hangzást igyekeztek az akkori táncház zenekarok képviselni, tehát például ezt a bizonyos mezőségi háromhúros brácsát nem csak a mezőségi zenéhez, hanem akár a kismagyarországi zenékhez is akkoriban bizony használták. Fontos mindenképpen megemlíteni, hogy ahogy ezt a muzsikát ugye megtanulták a táncház zenészek, az is egy újszerű módja volt, hiszen ugye klasszikus zenével zenétől eltérően ugye alapvetően nem kottából tanulták ezt meg, hanem ott a helyszínen hallás, illetőleg megfigyelés útján közvetlenül a falusiaktól tanulták ezt a muzsikát. Ugye ez egy egészen másfajta metódus, ami hát gyakorlatilag sokkal közelebb áll a falusi népzenei tudás átadás gyakorlatához is. De érdemes például abba is belegondolni, hogy ugye elmentek az akkori népzenészek a falusiakhoz, és hát ugye tánc funkciójában tapasztalták meg ezt a zenélést. Tehát kis analógiával azt is mondhatnám, hogy milyen izgalmas lenne, hogyha mondjuk a klasszikus zeneoktatásban a menüettet vagy a gavottot úgy tanulná meg valaki muzsikán, hogy rögtön ismerni a hozzá kapcsolódó táncot. Nagyon fontos, hogy baráti kapcsolatok és élmények születtek ezekből a találkozásokból, tehát a zenei anyag az nem csak egy száraz tananyag volt, ugye mai napig a klasszikus zeneoktatásban ugye nem esik szó arról, hogy annak a népdalnak az előadója, az ki is volt, ha esetleg még a neve ott szerepel is, de hogy ő milyen életet élt. Tehát, hogy ember volt ezek mögött a csúnya szóval élve adatközlők mögött, ugye hát ezt ott megtapasztalhatták ezeken a találkozásokon ezek a népzenészek, és nyilván egy egészen másfajta viszonyulás, nagyon szoros érzelmi viszonyulás és kötődés született ezekhez a falusi zenészekhez, mesterekhez. És hát ugye nem beszélve a közös muzsikálásokról, ami hát szintén ugye elengedhetetlen része,
sőt, hát azt is mondhatom, hogy a mai nagyon fiatal népzenész generáció ezt fájlalja a legjobban, hogy ezek a közös együtt muzsikálások és élmények, ezek már sajnos, ugye ezekben nem lehet részük, hiszen a falusi mesterek túlnyomó többsége már nincsen közöttünk. Tehát egy szóval élve, ugye meg kell tanulni ezt a muzsikát úgy, ahogy van, a lehető legprecízebben, a lehető legalaposabban. Hát rögtön jön az ellenérv, hogy hát tehát akkor vagyunk jók, hogyha ezt egy az egybe lemásoljuk. Úgyhogy erre szeretnék egy gondolatot, hogy ezt tegyük tisztába. Én azt gondolom, hogy a másolás az azt jelenti, hogy egyetlen hang vagy videófelvételnek vagy kottás lejegyzésnek az értelmezés nélküli mechanikus megtanulása. Ezen nincs változtatás, hanem egyetlen egy rögzült formát ismételgetünk. Na hát ez az, ami eleve idegen a népzenétől. A így bemerevített egyetlen egy rögzült forma ismételgetése egyáltalán nem a népzene sajátja, tehát aki ezzel érvel, hogy hát itt minél jobban másolunk, annál jobbak vagyunk, ennek ezt tudom mondani, hogy ez egyáltalán nem igaz. Ezzel szemben viszont az újraalkotást úgy definiálhatnánk, hogy több hang vagy videófelvétel alapján a zenei törvényszerűségek értelmezése, a stiláris elemek elsajátítása és ezekből új zenei gondolatok megfogalmazása. Ez ad lehetőséget arra, hogy részben improvizatív módon, ám a zenei szabályok szigorú betartásával képesek vagyunk stílusúan reprodukálni a falusi zenekari hagyományt. Én azt gondolom, hogy ez a népzenének a sajátja, és a nyelv tudáshoz és a nyelv használathoz sokszor szoktuk a zene oktatást is hasonlítani, tehát amíg bemagolok idegen nyelven egy-egy mondatot és azt ismételgetem, az a másolás, amikor megtanulom az idegen nyelvnek a szókincsét, megtanulom azokat a nyelvtani szabályokat és ezeket helyesen alkalmazom, akkor viszont már beszélem azt a nyelvet, ugyanígy akkor már beszélem azt a zenei nyelvet is. Egy néhány szempontot hasonlóljak föl a hiteles előadásmód vizsgálatához, ami azért is érdekes, mert bár a népzenekutatás már több mint egy évszázados múltra tekint vissza, de nagyon sok kérdés tulajdonképpen csak az elmúlt fél évszázadban került terítékre, tehát olyan új kutatási területek bontakoztak ki, ami ennek köszönhető, hogy itt a hangszeres előadásmód hiteles és autentikus megvalósítása kapcsán vetődtek föl kérdések. Tehát például érdemes vizsgálni nem csak magát a dallamanyagot, hanem például, hogy egy hosszabb zenei folyamat hogyan épül fel. Fantasztikus, szép példáit láthatjuk a falusi zenei hagyományban, amikor egy-egy bálban, egy-egy mulatságban a prímás úgy fűzi össze egymás után a dallamokat, hogy azok nagyon-nagyon szépen gördülékenyen jönnek egymás után, vagy akár például tudni azt, hogy a dallamok közé sok esetben bizonyos tehetségeken kis közjátékokat ékelnek be a muzsikusok. Nekünk a tükrös zenekarommal nem egy olyan zenei összeállítást játszottunk föl lemezre, ahol nem kellett nekünk szerkeszteni a zenei folyamatot, hanem egyszerűen találtunk valamelyik gyűjtésen egy olyan kiváló dallamfüzért, amit egy az egyben tulajdonképpen át tudtunk venni. Aztán érdemes odafigyelni a különböző dallamvariánsokra. Ez alatt persze nem csak arra gondolok, hogy egy dallamnak vannak változatai, hanem hogy egy adott hangszeres előadó milyen módon variál egy-egy dallamot. Mert nem ugyanúgy játssza el egymás után kétszer, vagy a következő nap, vagy akár a következő hónapban, vagy akár ugyanannak a falunak egy másik hegedűse. És mindegyiknek vannak tipikus, jellegzetes motivikai megoldásai, mindegyiknek vannak úgynevezett patronjai, amikből nagyon jól megismerhető az ő játékuk, és ez nem csak a hegedűsökre vonatkozik, hanem természetesen vonatkozhat akár a kísérő hangszeresekre is, ott is meghatározott harmóniamenetek, harmóniai patronok ismétlődnek. Nagyon fontos nagyítóval megvizsgálni a hegedőjáték belső hangsúlyozását, ritmizálását, speciális díszítésmódját, új rendjét, akár fekvéseit, a hangok kötéseit, ebben most hosszasan nem mennék bele, de azt mindenképpen fontosnak tartom, hogy ezeket a kérdéseket most már olyanok vizsgálják, akik maguk is művelik ezt a zenét. Tehát mi korábban a kutatónak nem volt biztosan egyértelmű, hogy azon a hangszeren az kényelmes-e vagy jól megvalósítható-e. Most egy azon a hangszeren játszó muzsikus rögtön meg tudja mondani, hogy az akkor mondjuk a kontrán nem fogható le, vagy a hegedűn az biztos, hogy nem logikus, hogy azt esetleg abban a fekvésben vagy úgy játszaná. Ugyanúgy fontos szempont az, hogy a kísérő hangszereseknek egy olyan hozzáállása legyen, amikor elindul a muzsika, akkor mi megtanultuk azt a zenei nyelvezetet, és utána
mi engedjük és alkalmazkodunk a prímáshoz, hogy ő irányítson minket nem csak tempóban, nem csak a dallamok egymás utániságában, hanem minden szempontból egészen apró kis zenei jeleket is fogjunk, és rögtön reagáljunk rá a muzsikálás közben. De ugyanúgy fontos probléma és kérdés lehet, hogy a népzenei bandákban legtöbbször a bőgős hangjai kritizálhatók meg, hiszen az elsődleges funkciója az a ritmika volt, és hogy ezeknek a helyes értelmezése, tehát mi az, amit azokból a hangokból át tudunk venni, mint stíluselem, és mint logikus és az ő rendszerén belül hiteles jó zenei megoldás, és mi az, ami pedig valóban tévesztés. Tehát összegezve, ugye, hallgassunk sok eredeti felvételt, és akkor amit csak lehet, tanuljunk meg ebből. Na hát itt jön ismét egy következő pont, ugye, amit sokszor szoktunk emlegetni az egyetemi oktatásban is, a megfelelő forráskritika. Hiszen, ha most végignézünk rengeteg népzenei gyűjtést, akkor azt találjuk, hogy bár találkozunk a népzenei gyűjtéseken olyan nagyon összeszokott és gyakorlott zenekarral, akik gyakorlatilag a repertoárikban is a régi dallamokat játsszák, előadás módjukban is tökéletesen meg tudják valósítani azt, amit szeretnének, teljes felállású zenekar az adott kistájra jellemző stiláris jegyekkel, de az az igazság, hogy a gyűjtések nagyobbik felében nincs ilyen kényelmes és jó helyzetünk, hanem valamilyen módon nem teljes zenei anyagot kapunk, akár hiányos a banda, akár alkalmi a felállás, vagy akár már a zenészek kiestek a gyakorlatból, tehát a gyakorlatlanság miatt esetleges az előadás mondjuk, vagy akár tájidegen dallamokat, vagy népies műdalokat játszanak a felvételen. Tehát ezeket valamilyen módon forráskritikával illetjük, javítjuk, vagy nem javítjuk. Hát ugye itt a következő nagy kérdés. Semmit sem javítunk, tehát úgy, ahogy van, mindent elfogadunk, ez nyilván nem egy jó megoldás, mert szűrni kell. Viszont azzal is találkozhatunk, hogy túlságosan kijavítjuk, tehát azokat a stíláris elemeket, amik bizony arra a kistájra, arra a zenekarra jellemzők, azokat is már egy másfajta szempontrendszer alapján szeretné a felhasználó kijavítani, és ilyenkor viszont sérül maga az előadói stílus. Tehát hallgassunk falusi zenekarokat, és akkor csak egy pár szempont szintén, hogy kiket tekintünk hiteles falusi bandáknak. Ugye hát azokat tekinthetjük, akik egyfelől saját falusi közegükben hosszú éveken vagy évtizedeken át kiszolgálták az ott élők zenei igényeit, ismerik szokásait, ismerik a táncaikat. Nem elhanyagolható szempont, hogy a zenekar tagjai elegendő időt zenélhettek együtt ahhoz, hogy ritmikailag, hangilag is teljesen összecsiszolódjanak. Fontos, hogy olyan gyűjtést vegyünk alapul, ahol a gyűjtést nem befolyásolják különböző zavaró körülmények. Ez lehet egy éppen a zenészekhez odaérkező, nem tudom én, ittas és jó hangulatban lévő helyi lakos, aki aztán utána elviszi a zenélést más irányát, de lehet egy akár a saját közégéből kiszakadt, mondjuk egy táncházi szituációban muzsikáló adatközlő banda is, ahol viszont például az akkori ottani táncházas igények miatt változik meg a zenekar játékmódja vagy repertoárja. Sőt, nagyon fontos, hogy a gyűjtéseket felkészült gyűjtők végezzék, pontosabban olyan gyűjtéseket vegyünk alapul, amelyeket felkészült gyűjtők végeztek, ami alatt azt értem, hogy aki nem akarta befolyásolni a zenekar repertoárját és játék stílusát, hanem csupán azt szerette volna rögzíteni, amit tudnak. És akkor elérkeztünk a zenei hagyományozódáshoz. Sajnos azt kell mondjam, hogy a legtöbb helyen az zárt falu közösségek felbomlásával és a hagyományok megszűnésével a tradicionális zeneszolgáltatás megszűnt. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek még a Kárpát-medencében olyan falusi muzsikusok, akik esetleg tudnak valamennyit, ismerik azt a játékstílust, amit a régiektől örököltek vagy tanultak, de hát néprajzi szempontból már nagyon kevés adatot tudunk összegyűjteni, hiszen többségében, ha még valaki most muzsikális, de jó esetben már az ő felmenőitől, szüleitől, nagyszüleitől sikerült gyűjtéseket készíteni, és hát az akkor még élő hagyomány nyilván sokkal gyakorlatabb előadásmódot is tesz lehetővé. Ahol viszont
Megtörtént a zenei hagyomány továbbadása, ennek is többféle módja van. Az egyik, ahol még találkozunk falusi igényeket kiszolgáló zenekarokkal, azonban ők már levetkezték a régi hangszereket, már nem használnak többnyire brácsát vagy bőgőt, hanem ezeket fölváltják a sokkal modernebb hangszerek. Itt ez például egy romániai Szatmár, tehát Szatmár-Németi környékén lévő zenekart ábrázol. Egy másik fajtája a zenei hagyományozódásnak, amire szintén több példát találunk, amikor megtörtént, a fiatalabb generáció átvette azt a zenei tudást, amit a szülei, nagyszülei még ott a faluban vagy az adott kistájban használtak, de mivel ott azon a környéken már megszűnt erre a hagyományos igény, viszont immár ugye fél évszázad a táncházakban erre nagyon komoly igény van, ezért ezek a zenekarok most már arra specializálódtak, hogy a hazai táncházas közönséget és igényeket szolgálják ki. Ez azt jelenti, hogy a hazai igények, ugye azok az igények, hogy az autentikus, hiteles előadás módot várjuk el ezektől a zenészektől, de mivel a táncházakban is van egyfajta olyan hagyományozódás, ami nem mindig hiteles néprajzi tudáson alapul, ezért sok esetben olyanokat kérnek ezektől a zenészektől, amelyiknek a néprajzi hitelessége megkérdőjelezhető, egy jó zenész pedig ugye kiszolgálja az igényeket, tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy ezek a zenekarok már alapvetően a táncházas igények mentén formálódtak, esetleg megtanulták egy-egy táncnak azt a táncházas kifejezését, ahogy azt azon a vidéken sosem hívták, viszont tudják, hogy a táncházban, hogyha ezt így mondják, akkor ezt fogják tőlük kérni. Tehát ez a másik eleme, hál' Istennek erre is van példa, egy-két erdélyi kistájon még, akár Kalotaszegen, akár Mezőségen, vagy akár a Kisküküllő mentén, ahol még mai napig is vannak ilyen zenekarok, és hát ezek mondhatni csúnya szóval élve celebekké váltak, és nagy előszeretettel hívjuk el minden népzenei rendezvényre, akár a palatkai, a százcsávási, vagy akár a kalotaszegi muzsikusokat. És hát ugye a zenei hagyományozódás ugye gyakoribb példája, ugye, ami az 50 éves táncház mozgalom nagy vívmánya, hogy rengeteg városi táncházzenész, tehát nem falusi közegből érkezett, hanem városi táncházzenész, megtanulja ezt a muzsikát, és hát valójában, funkciójában tánc alá is használja, és táncházakat muzsikál. Azért tegyük hozzá, hogy amikor a népzenei mozgalom elindult, akkor igazándiból egyféle népzenéd is létezett, nekiállni és megtanulni úgy a lehető legjobban, ahogy azt a széki zenészek csináltak abban az időben. Az elmúlt évtizedekben azért azt lehet mondani, hogy már nem egyféle módon lehet csak népzenélni. Már népzenészként nem csak egyetlen egyfajta utat jelent ez, hanem a népzenek több különböző továbbélése is lehetséges. Pedig hát azért tegyük hozzá, hogy a hiteles népzenéléshez elengedhetetlen, amit Halmos Béla nagyon sokszor emlegetett, csak folyóméter muzsikálásnak hívott, amikor is órákon keresztül táncolán, muzsikálni. Itt szerzi meg az ember azt a kondíciót, azt a gyakorlatot, fejben úgy olyan gyakorlata lesz, hogy a dallamokat rögtön tudja egymás után tenni prímásként, vagy rögtön felismerje kísérőhangszeresként, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy ezt a zenét, ezt hitelesen adjuk elő. Viszont nem csak táncházakat muzsikáló népzenészek vannak napjainkban. Ugye vannak a táncegyütteseket kísérő muzsikusok, ezt most talán kicsit ugyanebbe a kalapba tenném bele, hiszen ott is a tánc kiszolgálása és jó esetben ugyanolyan dinamikus zenei kísérettel való ellátása a cél, még akkor is a kötött formában, kötött zenei folyamatra vagy kötött tánckoreográfiára vonatkozik. De hát ugye vannak most már színpadi koncertzenészek, ami egyébként egy remek dolog, hogy ezt a zenét olyan szinteken is meg lehet mutatni, ahol korábban nem, viszont fennállhat annak a veszélye, hogyha valaki elszakad a tánc alá való muzsikálástól, akkor bizony elveszíthet valamennyit a tánczene dinamizmusából. Aztán ugye nagyon sokan vannak most már, akik nem az autentikus előadásmódot, hanem a feldolgozásokat részesítik előnybe, itt ma is többször esett a világzenéről. Tehát a népzenét csak alapanyagnak tekintik. Hát itt bizony nagyon fontos, hogy nehogy elvesztenek, vagy összekeveredjenek az előadói stíluselemek, és visszaugorjunk 50 évet, ahonnan 50 évvel ezelőtt indult, hogy csak a zenei anyag, a dallam számít, és az előadói stílus pedig már elvész. Vagy hát nagyon sokan az oktatásra adják a fejüket, ami szintén hallatlanul fontos és hasznos.
hasznos dolog. Viszont ugye, aki csak kutat, vagy csak a zeneórákon veszi kezébe a hangszert, az bizony kieshet abból a kondícióból, abból a gyakorlatból, ami az órákon áttaló muzsikáláshoz szükséges, vagy akár a dallamok újra és újra jusson eszünkbe. Hál' Istennek a zenei tudás átadásnak ma már rengeteg módja van, és míg a kezdeti években az archívumokból kellett úgy-úgy kikéregetni egy-egy felvételt, vagy a zenészek egymástól átmásolgatták egy-egy 60 perces kazettát. Most már pont az ellentéte van, a bőség, tehát akár online adatbázisokban, népzenei adatbázisokban, akár több száz mondhatni népzenei kiadvány van, ami megjelent. Nagyon könnyen elérhetővé váltak ezek az anyagok, nagyon sok esetben már lejegyzések készültek róla, sőt ezeknek a kiadványoknak hang és videó melléklete is van minden esetben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most, aki népzenélésre adja a fejét, az ilyen szempontból nagyon-nagyon jó helyzetben van, hiszen nagyon könnyen hozzá tud jutni a zenei anyagokhoz, akkor is, ha kizárólag a táncházi muzsikálást preferálja, és akkor is, hogyha akár feldolgozás játszó világzenét, vagy pedig csak színpadi muzsikusként fog ténykedni. Egy záró gondolattal szeretném az előadásomat befejezni, amit hát nem csak nekem mondott el nagyon sokszor Halmos Béla, hanem nagyon sokunknak, úgyhogy remélem nem lesz félreérthető az a mondat, amit én így próbáltam felidézni a vele folytatott beszélgetésekből. Aki, mondom még egyszer, nem csak nekem, hanem sokunknak azt mondta, hogy annak a felelősségnek a tudatában kell művelnünk a népzenét, hogy hamarosan mi leszünk az alatt közülök. Köszönöm szépen a figyelmet!